Magyarként számtalan találmányra, egyedülálló kreatív fejlesztésre lehetünk büszkék, amelyek mind megváltoztatták a világot. Nélkülük elképzelhetetlen lenne már az életünk. De mire van szükség ilyen szintű innovációhoz? Jó oktatásra! Fontos, hogy a tanulás öröm, a tudomány és a művészet átélhető legyen. Az ismeretszerzés nem helyettesíti a megtapasztalást, a kísérletezést. A jó oktatás lényege, hogy ehhez megteremti a feltételeket. Hogy csinálták ezeket kövekkel? Ráadásul az ókorban. Nemrég fedezték fel, hogy a köveket a Nílus akkor még létező egyik holtágán úsztatták az építkezéshez. Hány kő kellett a parkóba? Hát a gízaihoz például 2 millió 300 ezer darab. Tudj, nem fordulnék ennyiszer. Na, hogyan számítjuk ki a gula térfogatát? Kérdeztem valamit. Na hát ez nem fog menni. Most kimegyek, mire visszajövök. Végezzetek a számítással, jó? Így, né. Jó, akkor most nézzük meg, hogy hogy mérjük ezt le. Hozzátok a mérőszalagokat. Mi folyik itt? Lehetetlen órát tartani ettől a bohóckodástól. Matek óránk van. A piramisokról tanulunk. Piramisokról? Az nem a történelem tanár feladata? Én úgy látom, hogy jobban megbírkoznak így a geometriai problémákkal. Érdekli őket ez a gúla? Érdekli őket. Zajonganak, ordibálnak, dobálóznak, nem haladnak a tananyaggal. Azt hiszem, itt az ideje, hogy valaki észre térítse magát, kollega úr. Folytassátok csak! Zsigmond, várjon! Beszéljük ezt meg! Majd az igazgatóval hármasba. És mit fog mondani az igazgatónak, hogy a gyerekek jókedvűen és örömmel tanulnak? irgum erre! Bruce személyesen. Szóval, kifejteni mi a gond? Lehetetlen úgy órát tartani, hogy az Aulában a másik osztály hangoskodik. Én is órát tartok, csak máshogy. Jó, tanár úgy jobban tudja. Mesélne egy kicsit a módszereiről? Kíváncsi vagyok, mi hozza ki így a sodrából a kollégát? Hogy néz ki egy átlagos óra Magyarországon? Kiáll a tanár szemben a diákokkal, frontálisan és beszél. Csak hogy létezik olyan pedagógiai gyakorlat, ahol a gyerekeket helyezzük a középpontba. A tanításról a tanulásra helyezzük a hangsúlyt. Aktív helyzetbe hozzuk őket egy interaktív térben, ahol mi irányítjuk a tevékenységeket. Például egy aulában? És ez a módszer tényleg működik? Ki tudják majd számolni a gula felszínét? Új hullámos gyerekkult, az ugyan már semmi értelme. És csak hiszik, hogy tanulnak valamit. Az én időmben már az is forradalminak számított, ha a gyereket nem egy fejletlen felnőttnek láttuk, akit az iskoláztatással majd megjavítunk. A gyerekkorból indultunk ki, abból, ami a gyerekeket körülveszi, és ha jól értem palkót, ő is ezt csinálja. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a gyerekek sokkal jobban teljesítenek egy olyan közegben, ahol az érzelmek, a mobilitás, a csapatmunka és a kockázat egyaránt része a tanulásnak. Az érzelmi bevonódás és a csapatmunka alakítja ki bennük a jól érzését. Az pedig elengedhetetlen a sikeres tanuláshoz. Nem azért járunk iskolába, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy tanuljunk. Ne legyen már ilyen konok. Miért zárná ki egyik a másikat? Épp hogy segítik egymást. Tanár úr, meg vagyunk a gula felszín számítással. Lebonthatjuk a piramist? Mm, menjetek vissza, és még ne bontsatok, mindjárt ott vagyok akkor sikeres a tanulási folyamat, hogyha fenntartjuk az aktivitást és a motivációt. A mi dolgunk az, hogy ezeket megtervezzük, irányítsuk és támogassuk. Mint egy moderátor. Igen. Ezekben a terekben van helye az érzelmeknek, a reflexiónak és az együttműködésnek. De azt is fontos tudniuk, hogy mi kell ahhoz, hogy eredményesek legyenek. Illetve nem árt tisztában lenniük a saját képességeikkel. De ezt egy szakértő pontosabban fogalmazná meg. A jól működő osztályteremben dinamikus folyamatok zajlanak nem csak tanár és diák, de a diákok között is. Az iskola akkor tud hosszú távon is vonzó maradni, ha igazodik nem csak a gyerekek igényeihez, de figyelembe veszi javaslataikat, biztosítja számukra a társas tanulás örömét. Természetesen úgy, hogy közben az egyéni fejlődési szükségletekre is reagál. A jól működő tanulási környezetben a gyerekek megoldandó problémákkal, kérdésekkel szembesülnek a helyett, hogy kész válaszokat kapnának. Az érzelmeket tudomásul veszik és elismerik. A tanulás tehát nem csupán mentális folyamat, hanem olyas valami, ami fizikailag, érzelmileg, szociálisan és intellektuálisan is megmozgatja őket. A hagyományos pedagógiai gyakorlattól eltérően az innovatív pedagógiák a tanár helyett a tanulót teszik a középpontba, és a tanításról a tanulásra helyezik a hangsúlyt akkor én egy rossz tanár vagyok, húsz év gyakorlattal. Lehet, hogy ön remek tanár egy pedagógiai oktatásmódszertani értelemben korszerűtlen rendszerben. A diploma, a tanítással eltöltött évek száma, sőt a bér vagy a továbbképzések nem feltétlenül garantálják a magas pedagógusi minőséget. Tudnék mesélni? Kutatások szerint szinte kizárólag a tanítási gyakorlat első három éve számít, mivel ez alatt alakul ki a tanítási attitűd, és az a pedagógusi eszköztár, ami hosszú távon meghatározza a pedagógusi munka minőségét. A jól működő osztályteremben a tanár fő szerepe az, hogy tervezőként és irányítóként jegyezze a tanulási folyamatot, odafigyelve arra, hogy a gyerekek kihívásokkal, teli feladatokkal találkozzanak. Értem, értem! De még mindig nem tisztel előttem, hogy manapság akkor ki jó tanárnak? Semmi gond. Emlékeztetőül szedjük csak össze a tanári kompetenciákat együtt. Kezdem én. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése. A szakmódszertani és szaktárgyi tudás. Tanulás támogatása, szervezése, irányítása. Pedagógiai folyamatok és tanulók értékelése. Kommunikáció, szakmai együttműködés és pályaidentitás. És végül autonómia és felelősségvállalás. Látja, milyen jó együtt tanulni? Hozzám jöttek? Igen, belevágnék ebbe az alternatív matematika oktatásba. Szeretném, ha leülnénk hármasban, talán hasznosíthatnám a kollega úr tapasztalatait.